Gőzerővel zajlik a Magyar Falu Program pályázati eljárása és végrehajtása. A Magyar Falu Programot 2019-ben indította Magyarország kormánya, abból a célból, hogy a legkisebb 5000 lélekszám alatti települések népesség megtartó képességét növelje, abból kiindulva, hogy a városi és a vidéki életforma közötti választás az életstílusok és nem pedig életminőség közötti választás legyen. 2019-ben 150 milliárd forint áll rendelkezésre a Magyar Falu Programban, és nagy örömünkre szolgál arról tájékoztatni önöket, hogy 2020-ban is 150 milliárd forintot szánunk erre a célra. Ebből 75 milliárd forint a pályázható forrás, amit az önkormányzati és az egyházi szervezetek tudnak lehívni. 15 alprogramot különítettünk el, így ezek az önkormányzatok és egyházi szervezetek, azok a közterületek felújítására, óvoda, bölcsöde, orvosi egészségügyi eszközök beszerzésére, szolgálati lakások építésére, közösségi terek kialakítására is pályázni tudnak. A 15 alprogramból 14 pályázati határideje lezárult. 4 alprogram esetében már a teljes pályázati eljáráson túl vagyunk, és a kifizetések megtörténtek 21 milliárd forint erejéig. Jelen pillanatban október 24-ig egyetlen egy pályázatunk fut még. Ez a szolgálati lakásprojekt, amiben a 100%-os önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások építését tudjuk támogatni. Az a célunk, hogy az idei év végéig a teljes forrást a nyertes önkormányzatok és egyházi szervezetek rendelkezésére bocsátjuk, és örömünkre szolgál, illetve azt gondoljuk, hogy a program létjogosultságát és sikerét jelenti az, hogy a települések 96%-a adott be pályázatot a Magyar Falu Program keretében.